Akár csak a hivatásos tűzoltók, a verseny ifjúsági résztvevői is pontos szabályok szerint a lehető leggyorsabban igyekeztek végrehajtani a feladatokat, ezek közt egy 400 méteres váltófutás és egy összetett akadályokból álló pálya is szerepelt. Az ifjúsági tűzoltó versenyt idén a 9., a hagyományos országos felnőtt önkéntes tűzoltóknak szóló versenyt a 8. alkalommal szervezte meg a Magyar Tűzoltó Szövetség. Régi hagyománnyal bírunk, hiszen 1893 volt az első tűzoltóverseny Szabadkán, ezt követően több évente megrendezték. Itt Tatán most együtt versenyeznek a fiatalok és a felnőttek, kettő kategóriában mintegy 550 versenyzőt tudunk rajthoz állítani, 50 versenybíró segíti a munkánkat. A tétje pedig két külföldi szereplés, aki megnyeri az ifjúsági versenyt, lány és fiú csapat, ők Svájcban, a felnőttek pedig később a Szlovéniában fogják Magyarországot képviselni. Egy 9 fős lány, egy 9 fős fiú, sőt még egy felnőtt csapat is érkezett a versenyre Pázmándról. Az ifjúsági résztvevők lány csapata az idei versenyen kifejezetten a jó eredményre törekedett. Már Szombathelyen is 2 éve versenyeztünk, sajnos ott nem sikerült jól a verseny, de most mindent oda teszünk, és remélhetőleg most jobban sikerül. Van 2 versenyszám, egy váltófutás és egy akadálypálya, és hát különféle akadályokon kell átmenni, vagy csak épp futni, kinek mi a feladata. Nagyon szeretnénk kijutni olimpiára, mivel az előző lánycsapatok 2 vagy 3 pontosan nem tudom, kijutottak olimpiára, és most nekünk is az a célunk. A hagyományos felnőtt kategóriákban is 2 versenyszámot tartottak, így ennek során a versenyzőknek össze kellett szerelni és tűzoltásra alkalmas állapotba tenni a tömlőket és a sugárcsövet. A 8x50 méteres váltófutás során leküzdeniük az 1,6 méter magas palánkot, gerendákat és kúszócsöveket. Nekünk már egy 5 éve összeáll csapatunk van, szóval elég régóta készülünk. Mindig tavasszal el ki szoktunk állni a gyakorlatoknak, és akkor általában egy megyei verseny szokott lenni, amin már fel tudunk egyszer készülni erre a versenyre. A csapat, hogyha top formában van, akkor minden nagyon jól megy neki. Szeretnénk szépen teljesíteni, nincsenek ilyen nagyra törő reményeink. A hazai mintegy 500 versenyzőn kívül a határon túli magyar lakta területek önkéntes tűzoltósága is indítottak csapatokat mintegy 50 fővel, Kászonból, Szent Mihályból, Csantavérről, Bajsából és Nyékvárkonyból is.